15. fejezet. Ne félj, csak higgy. Egy csodálatos igazságot szeretnék felolvasni az igéből, amelyet Isten azért adott, hogy növelje hitünket. Ne félj, csak higgy. Márk evangéliuma 5.36. Abban a kiváltságban van részünk, hogy ne csak belépjünk hit által Isten országába, hanem áldásaiból is részesedhessünk. Üzenetem a hitről szól. Mivel egyesek nem hittel hallgatják, mit sem használ nekik. Van hittel való hallgatás, és van olyan, amikor a hallgatás nem más, mint csupán szavak meghallása. Kérlek titeket, figyeljetek arra, hogy minden, amit tesztek, ne csak áldást eredményezzen, hanem erőt, jellemet is. Szeretném, ha ezen az összejövetelen meglátnátok Isten jóságát. Sok mondani valóm van azokról az emberekről, akik bátran és kitartóan hittek Istennek, amíg meg nem valósult az, amiben hittek. Szeretném, ha megértenétek, milyen fontos elhinni, amit az írás mond. Az ige csodálatos, örökkévaló, az erő igéje, az egészség igéje, a valóság beszéde és az élet szava. Életet lehet lehel a természetünkbe, ha megragadjuk és hiszünk. Szeretném, ha megértenétek, hogy szükség van Isten igéjére. Gyakran pont a szükség az, ami áldáshoz vezet. Miért vagyok itt? Mert Isten megszabadított, amikor ezt már senki ember fia nem tudta megtenni. Egy olyan ember áll előttetek, akiről már mindenki lemondott, akinek már nem volt segítség. Nagyon buzgó voltam a lelkek megmentésében. A Bradfordiak tudják. Majdnem 20 éven keresztül volt rendőri védelmünk a város legforgalmasabb pontján, ahol én, a magam szerény módján és feleségem, aki tűzben égett az Úrért, naponta a nyílt utcán szolgáltunk. Buzgósággal tele, igen, de egy nap 30 évvel ezelőtt magatehetetlen állapotban szállítottak haza. Nagyon keveset tudtunk akkor az isteni gyógyulásról, de imádkoztunk a győzelemig. Több mint 30 éve már, hogy Isten meggyógyított. Csodálatos. Most 68 évesen frissebb, egészségesebb vagyok, és sokkal munkabíróbb, mint abban az időben. Csodálatos dolog, amikor Isten élete egy ember életévé válik. Ez az a szervezetten végig söprő isteni erő, amely megtisztítja a vért és felfrissíti az embert minden nap. Isten élete a feltámadás ereje. Csak Isten. Elmesélek egy történetet, amely Svájcban esett meg, és fel fogja kavarni a hiteteket. Már néhány hete prédikáltam, amikor egy szolgáló testvér ezt kérdezte. Ma este nem jössz az összejövetelre? Nem, válaszoltam. Eddig mindig ott voltam. Átvennéd már az irányítást? Mit csináljunk? Kérdezte. Hogy mit csináljatok? Pál ott hagyta az emberekre a munkát, és tovább ment a következő helyre. Én már eleget dolgoztam, most te jössz. Nos, ez a hit embere elment az összejövetelre. Amikor visszajött, ezt mondta. Csodálatos volt. Mi történt? Kérdeztem. A következőt válaszolta. Mindenkit előre hívtam, levettem a kabátomat, feltűrtem az ingemet, imádkoztam értük, és mind meggyógyult. Úgy csináltam, ahogy te szoktad. Jézus ezt mondta a tanítványainak. Hatalmat adok nektek az ellenség minden ereje fölött. Csodálatos, ahogy a bennünk lakozó isteni erő szolgál, de kivenné magának a bátorságot arra, hogy ezt mondja, én meg tudom tenni ezt vagy azt. Ha Isten beszél így, az rendben van, de ha magunkról állítjuk ezt, már nincs rendjén. Akkor vagy erős, amikor gyenge vagy. Saját erőt csúcspontján erőtlen vagy. Meg kell értened azt az igazságot. Csak olyan szinten élj, ahol Isten ereje megnyugszik rajtad, és működik benned a szellem. Ekkor Isten ereje hatalmasan megnyilvánul rajtad keresztül, és Jézushoz hasonlóan ezt mondhatod, az Úrnak szelleme van rajtam. Isten egy figyelemre méltó dicsőséges dologra akar rávilágítani Márk evangéliumának 5. fejezetében, egy kicsi tehetetlen leány gyógyulása kapcsán. Az orvosok már feladták. Az anya ezt mondta az apának, csak egy remény van, ha elmész Jézushoz. Ha vele beszélsz, biztosan meggyógyul a lányunk. Elképzelhető olyan, hogy valaki Jézust keresi és nem találkozik vele? Lehet Jézusról gondolkodni anélkül, hogy ő ne közeledne hozzánk? Nem. Ez a férfi ismerte a Jézus nevében rejlő erőt. Az én nevemben démonokat űznek. De biztosnak kell lennünk abban, hogy ismerjük ezt a nevet. Az apostolok cselekedetei 19. részében olvasunk is Kéva 7 fiáról, akik ezt mondták a démonizált embernek. Kényszerítünk titeket a Jézusra, kit Pál prédikál, hogy távozzatok. A gonosz szellem így válaszolt.
Ha Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. Apostolok cselekedetei 19:13-15. Igen, az ördög minden hívőt be tud mérni. Ez a kaland Skéva hét fiának majdnem az életébe került. A gonosz szellem megtámadta őket, és épp hogy megúszták. Az erő nem a név ismételgetéséből lép működésbe, hanem a bennünk lévő név természetétől. A bennünk élő isteni személytől, aki azért jött, hogy lakozást vegyen ott belül. Amikor ő lesz minden mindenekben, akkor tud Isten rajtunk keresztül működni. Ez az élet, ez Isten ereje. Isten az életen keresztül működik. Ez az élet Isten, és ő egyben az élet szolgálata is. Ebben a szolgálatban a Szent Szellem ereje mindenkit, a Jézussal való isteni kapcsolatnak arra a szintjére emel, ahol Jézus hatalmasan él bennünk, és képessé tesz arra, hogy felülkerekedjünk az ellenség erőin. Amint ezek az emberek látást kaptak Jézusról, az Úr azonnal meggyógyította a zsinagóga fő lányát. Isten igéje nem vélemény formájában érkezett hozzájuk, hanem olyan isteni erővel és hatalommal, amely elkezdett munkálkodni bennük, míg végül a Szent Szellem ereje által új teremtéssé váltak, az új isteni élet segítségével. Meg kell értenünk, hogy amikor az ige a Szent Szellem ereje által eljut hozzánk, akkor azt felel meg Isten akaratának, hogy szóljunk, de nem emberi bölcsességgel, hanem az Isten igéje által működtetett isteni értelemmel. Nem csak mint csatornák csupán, hanem mint a szellem szentélyei is. Jézus hatalommal szólt. A zsinagóga feje azzal, hogy Jézushoz fordult, lényegében imádatát tolmácsolta. Az emberek rögtön köré gyűltek, és mindenki tátott szájjal figyelte, mit fog mondani. Nem úgy beszélt, mint az írás tudók, hanem hatalommal és erővel küldött ki isteni dicsőséggel felruházott szavakat. Egyszer egy piacon prédikáló fiatalembert ateisták provokáltak. Öt Krisztus élt. Te melyikről beszélsz? Kérdezték. A fiú így válaszolt. Arról a Krisztusról beszélek, amelyik feltámadott. Csak egy támad fel a halálból. Csak egy Jézus él. És mivel ő él, ezért élünk mi is. Dicsőség az Úrnak. Vele együtt feltámadtunk, vele együtt élünk, és vele fogunk uralkodni is. Ez a zsinagóga fő, ahogy a tömeghez ért, oda ment Jézushoz, és ezt mondta neki. Az én lánykám halálán van. Jervesd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. Márk evangéliuma 5:23. Megyek, mondta Jézus. Micsoda garancia? Útközben azonban odalépett hozzájuk egy asszony, aki 12 éve vérfolyásos betegségben szenvedett. Szenvedése kezdetén nagyon sok orvoshoz elment, és minden vagyonát orvosokra költötte, és mégis rosszabb állapotban volt, mint azelőtt. Megesett ez már veletek is? Amíg vízvezeték szerelőként dolgoztam, nem kaptam addig fizetést, amíg be nem fejeztem a munkát, sőt, még a munka elvégzése után sem mindig kaptam meg a pénzt. Azt gondolom, hogy kevesebben halnának meg, ha az orvosok is csak azután kapnának fizetséget, miután meggyógyították a beteget. Ez az asszony 12 évet töltött betegen. Most olyan orvosra volt szüksége, aki pénz nélkül is meg tudta gyógyítani, hiszen anyagi csődbe jutott és teljesen tehetetlen volt. Jézus a sánta, béna, elszáradt végtagú vagy bármilyen más betegségben szenvedő emberekhez jön. A foglyoknak szabadulást hirdett, és a vakok szemeinek és a süketek füleinek megnyitását. Valószínűleg sokan mondták ennek az asszonynak. Kár, hogy nem voltál ott. Elképesztő dolgokat láttunk. Egy púpos háta kiegyenesedett, a béna járt, és a süket hallott. A 12 éve vérfolyásban szenvedő nő talán így válaszolt. Jaj, ahogy beszélsz, úgy érzem, hogy ha találkozhatnék vele, meggyógyulnék. Ez megerősítette és megszilárdította a hitét. Ettől kezdve ez az asszony céltudatossá vált. A hit hatalmas erő. A hit mindent elér. Amikor az igazi hit működni kezd benned, nem így beszélsz. Nem érzem, hogy jobban lennék. A hit így beszél. Egészséges vagyok. Az nem a hit beszéde, hogy ez a láb sánta. A hit ezt mondja. Rendben van a lábam. A hit a golyvát sem látja. Egyszer egy fiatal nő, akinek golyvája volt, imád kért tőlem. Azután egy bizonyságtevő összejövetelen előrement és ezt mondta. Dicsérem az urat, amiért meggyógyított. Hazament, és az anyjának is elmondta. Anya, mikor az a férfi imádkozott értem, Isten meggyógyította a golyvámat. 12 hónapon át mindenkinek azt mesélte, hogy Isten hogyan gyógyította meg a golyváját. Egy évvel később megint arra jártam.
Az emberek mutogattak rá. Nézd, mekkora golyvája van. Eljött a bizonyságtevés ideje, ő fölpattant, és ezt mondta. Itt voltam egy évvel ezelőtt, és Isten meggyógyított, eltávolította a golyvámat. Csodálatos volt ez a 12 hónap. Mikor hazament, a családja ezzel fogadta. Látnod kellett volna az emberek arcát, mikor ma azt mondtad, hogy Isten meggyógyított és eltávolította a golyvádat. Azt gondolják, meghibbantál. Ha felmész a szobádba és belenézel a tükörbe, magad is megláthatod, hogy az a golyva nagyobb, mint valaha. A hölgy felment a szobájába, de nem nézegette magát a tükörben, hanem a térdére borult és így imádkozott. Uram, kérlek, mutasd meg az embereknek, úgy, amint nekem is megmutattad, hogy milyen csodálatosan meggyógyítottál. Másnap reggel tökéletesen egészséges volt a nyaka. A hit soha nem néz. A hit Istent dicséri, és kész. Ez a szegény, reménytelen asszony, aki már 12 éve beteg volt, egyre gyengébb lett. Amikor megtudta, hogy Jézus van ott, átfurakodott az egész utcát betöltő tömegen. Nagyon elszánt volt. Keresztül verekedte magát mindenkin, és megérintette Jézust. Ha hiszel Istenben, és megérinted, azonnal meggyógyulsz. Jézus a gyógyító. Most jól figyeljetek. Egyesek az Úr érintését a hit helyébe rakják. Az Úr nem hagyta volna, hogy ez a nő azt gondolja, az érintés gyógyította meg. Mindazonáltal igaz, hogy amint megérintette Jézust, érezte, hogy a gyógyító erő végig áramlik a testén. Amikor a zsidókat tüzes kígyók mardosták a pusztában, Isten így szólt Mózesen keresztül. Ha valaki feltekint erre az érsz kígyóra, életben marad. Lásd, Mózes 4. könyve 21:4-9. A feltekintés tette lehetővé Isten számára, hogy elvégezze a gyógyítást. Az érintés gyógyította meg a nőt? Nem. Ez az érintés jelentett valamit. Az élő hitet demonstrálta. Jézus ezt mondta. A te hited megtartott téged. Márk evangéliuma 5:34. Ó, ha Isten el tudna érni, hogy higgyünk, egyetlen beteg ember sem létezne a földön. De vigyázat, ahogy ez a nő meggyógyult, és elkezdett bizonyságot tenni a körülötte álló tömeg füle hallatára, azonnal ott termett az ördög. Ő mindig jelen van a bizonyságtevő összejöveteleken. Akkor is ott volt, amikor az Isten fiai összegyűltek Jób idejében. Mialatt az utcán ez történt, három ember futva érkezett Jairus házától. Már késő, a lányod meghalt. Ez a Jézus nem tud segíteni egy halott gyermeken. Most a feleségednek van szüksége rád, mondták Jairusnak. Jézus azonban ezt mondta. Ne félj, csak higgy. Mindig időben szól, és soha nem késik. Amikor legnagyobb a tömeg, legerősebb a fájdalom, legnagyobb a rák szorítása a testen, akkor jön, és azt kéri. Csak higgy. Akkor úgy néz ki, hogy semmi nem sikerül, tönkrement minden, és reménytelen a helyzet, Isten igéje szól hozzánk, és azt mondja. Csak higgy. Mikor Jézus Jairus házához ért, egy csomó síró jajgató embert talált ott. Így szólt hozzájuk. Mit zavarogtok és sírtok? A gyermek nem halt meg, hanem alszik. Ugyanott 39-es vers. Isten szeretné, ha meghallanád a következő csodálatos igét. Én vagyok a feltámadás és az élet. János evangéliuma 11:25. Lehet, hogy egy hívő elalszik, de nem hal meg. Ha az emberek megértenék Isten dolgainak mélységét, egészen más lenne a helyzet. Akkor dicsőséges reménységgel néznének az Úr visszajövetele elé. Mit mond az írás? Isten is előhozza azokat, akik elaludtak. 1 Tesszalonikai levél 4:14. A gyermek nem halt meg, hanem alszik, és nevetik vala őt. Márk evangélium 5:39-40. Látszik, hogy a jajongók nem voltak őszinték, mert a gyász közepette gúnyolódtak. Jézus fogta a gyermek apját és anyját, bement velük a gyermekhez, megfogta a lány kezét, és ezt mondta. Leányka, néked mondom, kelj föl. Ugyanott 41. vers. A kislány felült. Dicsőség az Úrnak. Jézus végül meghagyta nekik, hogy adjanak a gyermeknek enni. Csodálatos az Úr. Szeretném, ha látnátok, milyen fontos felismerni, hogy Jézus közöttünk van. Senki sem maradjon tudatlan arra nézve, hogy nem csak örök élete van, hanem Isten ebben az emberi testben is lakozást tud venni. Abban a pillanatban, hogy hiszel, újjászületsz élő reménységre. Aki hisz, annak örök élete van. Abban a percben, hogy hiszel, örök életed van.
az első élet ideig való természetes materiális, de az újjászületett életben addig élsz, ameddig Isten akarja. Örökké. Romolhatatlan erő által születtünk. Ez a romolhatatlan erő Isten igéje. Igaz emberként születtünk újjá. Ezt az igazságot Istentől kaptuk abban a percben, amikor hittünk. Isten mindig a szíven keresztül tart meg. Aki szívével hisz és szájával vallást tesz, az üdvözül. Jézus itt van az összejövetelen, hogy feloldja a megkötözötteket. Ha testedben szenvedsz, meggyógyít most. Ahogy imádkozunk. Azt mondja minden bűntől sebzett léleknek és betegséggel sújtott testnek, ne félj, csak higgy. A prédikátor és üzenete. 1927. július 16-án jelent meg a Pentecostal Evangel Springfield, Missouri egy első, illetve 6-tól 7. oldalain. Willesford bizonyságot tesz gyógyulásáról, és ezt mondja. Most 68 évesen frissebb és egészségesebb, és sokkal munkabíróbb állapotban vagyok, mint abban az időben. Ezután még 20 évig aktívan szolgált. Az evangélista 1947. március 12-én bekövetkezett halála után Weyer James Salter misszionárius írta róla ezt a megemlékezést. Amikor elkezdte a gyógyító szolgálatot, sok régi barátja nyilvánosan kigúnyolta. Az évek múltával azonban ez parazsat gyűjtött fejükre, mert ő szolgált feléjük testi és szükségeikben. Sokan, akik nyilvánosan kigúnyolták és kicsúfolták, később éjszaka személyesen keresték meg, hogy ez igaz ember, buzgó és hatékony imájának eredményeképpen megkapják azt, amire szükségük volt. Salter még azt is hozzáfűzi, hogy minden postával olyan emberek bizonyságai érkeztek, akik az Egyre növekvő hit című könyvet olvasták. E könyv egyszerű és teljes üzenete. Csak higgy. Minden országban tízezreket vonzott az élő, üdvözítő, gyógyító, győzedelmes Jézus Krisztushoz. Salter James, he was not. God took him. Redemption Tidings, London. 1947. március 28. Első oldal újra nyomták a The Evangelist-ben, Baton Rouge-ban, LA, 1988. március 21-e, 22. oldal.